srácok, itt vagyunk az őszi Playiten, és is innen fogunk beszélni. Ciao, sziasztok! Mesélj nekünk egy kicsit, hogy mégis mit csinálsz itt a Playiten ennél a standnál. Hát én a videójáték boltán dolgozom, mint grafikus, és a főnökség így megfogott, hogy jó, akkor most ki kéne ugrani a Playitre, itt a standnál rendbe rakni a dolgokat, irányítani itt az embereket, vigyázni a gyerekek, ne öljék meg magukat a kontrollerre, úgyhogy azért vagyok itt, hogy segítsek az ilyesmiben. Mi volt itt eddig az ilyen legviccesebb rész, ami így történt így a két nap alatt? Ami vicces, az volt egy kisgyerek, aki úgy autóversenyzett, hogy az apukája nyomta neki a gázt, és közben tartotta a székbe, hogy le lehessen, meg nem ásszon el, meg nem. De egyébként nagyon jól el vannak a srácok. Ugye az elején még, amikor úgy kanyarodnak, hogy teljes testembe kell. Igen. Vinni magával az egész monitort is, úgyhogy de segített. Ugye régebben az Otherworld-nél voltál, tehát ez a videójátékos, per ilyen filmes rész nem áll messze tőled. Erről mesélj nekünk egy kicsit. Hát egy 5 évig toltam az Otherworld-nél. Én leginkább a videójátékos fronton, bemutatókat a vége fele már egy kicsit ilyen hardware fronton, de most megy olyan egy éve és egy pár hónapja, azt így magam mögött hagytam, elkezdtem egy saját csatornát, de sajnos az élet a nagyobb problémákat így előre küldte, úgyhogy most alapozzunk, házat újítunk fel, meg ilyesmi, aztán majd egyszer folytatjuk ezt a youtuber pályafutást, aztán meglátjuk. Nagyon jó hangzik. Mennyire hiányzik így a mindennapjaidból ezek a kritikára való készülés, a gameplayek, a streamek? Nagyon. Egyébként nem tudják elképzelni az emberek, hogy mennyire iszonyatos olyan... Tehát egyébként nekem nagyon fura most, hogy én itt vagyok jelen, nem pedig youtuberként, mert az összes többi Playten eddig youtuberként voltam jelen. Tehát ez egy ilyen nagyon nagy váltás, és azért így dörzsölgetem így a markamat, hogy még elkaplak titeket, tehát még vissza fogok kerülni oda, de... Hát azért ez egy ilyen nagy váltás az ember életében. Tényleg mondom, 5 éven is ugye a fiatalságomból egy ilyen nagyon nagy részbe vitt el ez a videózás. Ebből átváltani abba, hogy jó, akkor most már rendes munkát is csinálni kéne. Azért az egy nagy törés, de hát sokat fejlődik az ember, és egyébként meg szükség van rá, mert megmondom őszintén, hogyha ebbe az egész videózásba belementem volna, és akkor egyből elmentem volna odáig, mit tudom én, mondjuk a Pistiék tartanak, vagy akárkicsoda, akkor lehet, hogy egy olyan dologtól fosztom meg magam, ami nagyon sok fejlődés jelentett a saját életemben, a magánéletemben, a családi életben, tehát szükség van erre, hogy meglegyen az alap, ahogy mondtam is, visszatekerve. Mennyire tudnál így meghúzni a vonalat gyakorlatilag a youtuberkedés és így a magánélet között? Nekem még sikerült, tehát hogy mi azért egy olyan YouTube korszakban kezdtük el ezt az egészet, ahol a sztárság annyira még nem dívott, inkább mindenki örült, elismerte a munkát, stb. Ha mostani korszakban jönnék fel, akkor szerintem nagyon-nagyon nehéz lenne, mert ugye most már elég sokan úgy állnak a srácokhoz, hogy celebek vagyunk, és sztárok, és szerintem azért nem erről kéne, hogy szóljon, hanem hogy elismerjék az embernek a munkáját. Látsz potenciált abban a jövőben esetleg, hogy az Otherworld-del újra társulj, vagy ezt már így lezártátok és annak korszaknak vég? Tovább kell lépni, új fejezetet kell nyitni az életünkbe, úgyhogy nem. Otherworld-ben nem. Mesélj egy kicsit a saját csatornádról, hogyha most hirtelen nagyon sok szabadidőd és nagyon sok pénzed per stb. Állna rendelkezésedre, akkor milyen irányba vinnéd tovább? Én úgy képzeltem ennek az egésznek a felépítését, hogy ha egy picivel több időm lenne, akkor elkezdenék streamelgetni, abból vágott tartalom, stb. Hogyha nagyon sok időm lenne, akkor ráállnék arra, amit én szerettem csinálni, ezek a játékbemutatók, jobban belemenni, mély kritikákat csinálni ezekről, és mellette mindig valami kis vicceset, mert ugye az is megvolt régről. A másik pedig az, hogy indítottam egy ilyen podcastet, amikor elindítottam az új csatornát, azt vinném tovább ilyen beszélgetős műsorban, azokat nagyon szeretem hallgatni is, meg egyébként csinálni is, és elég poén volt, úgyhogy azt vinném tovább minél nagyobb erállna, aztán a többit meglátnánk. Kicsit itt tovább menve ezen a videójátékos vonalon, mi az a játék, amit ilyen all-time bestnek neveznél? Hát egy kor legcső vovosabb emberrel beszélsz, tehát nálam a World of Warcraft az, ami az életem nagy részét így elvitte, és megmondom őszintén, vihetne még belőlem, de én most várom, hogy kijön a klasszik, aztán utána lehet, hogy kilépek, bebújok, asszonyt elküldöm a fenébe, és megy a WoW. Igen, szóval ki tudja, hogy merre visz minket tovább. Nagyon szépen köszönöm neked az interjút, és sok sikert kívánunk a továbbiakban is. Sziasztok!